Halló, halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, jövök is a hatodik heti zárással. Hát most nagyon itt mocorok plusz-minusz 100 dollárokat, még 42-1-re kezdtem el számolni a dolgokat, most 42-2 van, tök mindegy, az a minimál már nem számít. Na nézzük, mi a helyzet múlt hét óta. Azt mondja, hogy hatodik heti zárás, 42.100-on a Bitcoin, 41.500-on volt múlt hét szombaton, ahhoz képest 1%-ot nőtt, az altok pedig 0,895 Bitcoinról leestek 0,820-ra, úgyhogy jelenleg a múlt heti 37.000 dollárhoz képest most 34.500-at érnek, 7%-ot csökkentek USA dollárba. Azt mondja, ja igen, balszél, Kadéna 0,7, már lassan egy fél milliót ér az 1 millió, ami novemberben ugyebár vettem a referencia, 1 millióért lassan már megindul komolyabban felfelé a piac. Azt mondja, hogy ja igen, itt kezdőkép az jöhet. Hát ez csak sima mosoly, most ezért nem olyan rózsás még a helyzet, mert még most itt a Super Bowl előtt ugyebár lent vannak az árak. Jó. Oké, kezdőkép csak lesz, és akkor mik nőtte? 2%-ra 3%-osra megnőtt az Axi meg a Mana, ez ugyebár mutatja, hogy a meták már jönnek felfelé. Azt mondja, hogy illetve 0,5%-osra 1%-osra megnőtt az Elrond, illetve a Fetch AI-t, és akik csökkentek, a NIR csökkent 6-ról 5%-osra, múlt héten jött fel 5-ről 6-ra, most vissza 6-ról 5-re, kb. Ugyanott van, a kör pedig 3-ról 2%-os, csak egy picit olyan 2,4%-ra vagy ilyesmire, de az már közelebb van a kettőhöz. Úgyhogy letettem azért a 2%-osak közé a körvöt. Jó, és hoppácska, el is mondtam itt a lényegeket ezzel kapcsolatban. Akkor nézzük, hogy mi hogy van a portfólióban. Na most már 42.300. Bár attól most 42 félnél fogják elég, vagy 100 bitcoinnal, meg ilyenek, vagy bármikor bármit meg lehet törni. De szerintem ez itt el fog oldalazgatni. Egy kicsit mutatok, mert itt rajzoltam pár vonalat tegnap este. Jött egy hoppá, egy nagyon vékonyan berajzoltam már egy kis zöld vonalat, ez még nem biztos, ugyebár erre várok, hogy mindig, amikor így elindulnak a kitörések, majd mondom az esti híradóba is. Így, itt a zöld csatorna, hol a zöld csatorna, hol a zöld csatorna, itt voltak a zöld csatornák, fú, de gírba-gúrba lett, az tök mindegy. Oké, azt mondja, hogy és akkor itt is vártam, hogy legyen már, mert ugyebár úgy jött ez itt felfelé, hogy nagyon megindult itt a, nem is reggel, nem, én akkor is azért, hogy hívják ma, felkelő napnak fogom mondani, de nem is nap, mert sztár, mert morning sztár, semmi köze nincs a felkelő naphoz, mert reggeli csillag azt jelenti, ez egy szárazon fordítva angolról, de én felkelő napnak fogom hívni, nekem úgy jobban tetszik ez a mintázat. Na de ugye már elindult felfelé, és ment felfelé, mondom, hol van, essen már, legyen már egy korrekció, legyen alja, mert nem tudom a zöld vonalat behúzni, itt is amíg nem volt alja, még nem jött valami alja, addig nem tudtam behúzni, hogy hol van a zöld vonal. Úgyhogy itt már lehet, hogy valószínű úgy néz ki, hogy ez az alja, majd meglátjuk, persze ugyanúgy még beszakadhat holnapig, meg tötteröttörött. De, ha ez itt megtartja, akkor az egész szépen egy ilyen nagyon lighty-ba, egy kis zöld csatornát már elkezdtem berajzolni. Hogy lehet, hogy ebbe fogunk feljönni, bár még csak pár helyen érintkezik, de egész jól néz ki jelenleg ebből, még, ez még lehet is hosszú távon egész stabilka. Na, azt mondja, hogy illetve van egy másik mintázat, lehet, hogy egy órásban jobban lehet majd ezt látni. Igen, ez pedig itt ez a kis, ezért, fú, hogy hívják ezt, descending wedge. Ezért csökkenő, hát ne, ez nem is flag, nem zászló, hanem hát ez a háromszög, tök mindegy. Ilyen csökkenős háromszög, abból meg most készülünk kitörögetni, nagyon úgy néz ki. Jó. Oké, na de akkor menjünk is tovább vissza, ezért 15 perces, belássuk, hogy mi történik közben. Ja, nem 15 perces, hát most a izéket fogom altokat végigmutogatni, akkor vissza napiba. Egy japán normálisan behúzom a helyére, valahogy így, és akkor, hoppott, már túl fog menni a pöttyön, nagyon jó, legyen így. És akkor nézzük, hogy mi, hogy merre, hány méter. Azt mondja, hogy altcoin portfólióban Satoshi 50-ben, az Ethereum-ba. Jó, itt is, ha egész szép, itt is lehetne akár húzogatni neki már egy alját, mintha azt követné. Na jó, az Ethereum, igen, 8% van Ethereum-ba, és akkor haladok is szépen lefelé. 7% van a Luna-ba, illetve az Avalanche-ba, 6% van a Solana-ba, illetve a Matic-ba, 5% van a NIR-be, illetve a Phantom-ba. Ja, NIR-nél ott azért be is húztam tegnap egy azért piros trend van alatt, annak is lassan törnie kell kifelé. NIR-be, Phantom-ba 5%. Azt mondja, hogy Atom-ba 4%, ja, 4% van az Atom-ba, 3-nak a Vanyába, illetve a Flux-ba.
Fluxnak is be lehetne húzni, mindegy. Tovább 3% van, kicsit lentebb tekerek, mert nem látom, hol ezeknek az alja. 3% van az Axiba, a Manába, Axi az a Haki is tört, amit behúztam én múlt héten, vagy a hét közepén valahogy piros vonalat, úgyhogy jött is fel 1% a többiekhez képest, 2%-ból visszajött 3%-osba. Na, szóval 3% van az Axiba, a Manába, Hoppácska, a Sandboxba, a Galába, ha úgy veszük, akkor mindegyik vagy kriptós játék, vagy metaverzum. Sandbox mana most már kéz a kézbe, 3% van mindkettőben, jó. Azt mondja, hogy tovább 2% van a körvben, ő egy kicsit lejött a hármasok közül, aha. 2% van még az adában. Jaj, nem állítgattam be őket, hát a körvöt be kell tenni. Na jó, ez most már így fog levenni, nem, nem mindegy, majd estére helyre teszem. Mert én csak a tetejére pakolom, ami nőtt itt is látni, Aaron meg Fetch is nőtt. Ja, a körv az csökkent, lejött innen, Aaron Fetch feljöttek, de nem tettem be a helyükre. Mert ugyebár úgy van a sorrendem, hogyha azért valaki nem tudná, hogy aranyszínű az top 10-es, a zöld az top 20-as, a lila az top 50-es, a rózsaszín az top 100-as, a kék meg ami top 100-on kívüli. Még nincs bent a top 100-ba se. Na jó, ez, az benéztem. Na mindegy, 2% van a körbe, ilyenkor még ezzel szoktam egy 10 percet játszogatni, mindegyiket átnézem, hogy sorrendben hogy vannak aktuálisan ilyenkor szombat délben. Na jó, mindegy, vissza, 2% van a körbe, 2% az adába, 2% a tezoszba, 2% az enginebe, 2% az árvévbe, 2% a renderbe, és 2% az illúviumba. Oké, okay, 1% van az Elrondban, a Fetch AI-ban, a Binance Coinban, a Polkadotban, az FTX tokenben, a Heliumban, a Wavesben, illetve a Kotiban. És akkor jó, itt jön a rengeteg, 0,5% van a Doge-ba, Shibába, Chainlinkbe, Uniba, Algóba, Vichainbe, Tetába, AV-ba, Makerbe, Stacksbe, Kusamába, Convexbe, Roseba, Secretbe, Iotexbe, Vaxba, Ankerba, ICX-be, Syscoin-ba, Glimmer-be, és Serum-ba. Jó. Illetve jobb, ezt múlt héten elfelejtettem, úgyhogy most gyorsan mondogatom végig. Itt van a figyelős mocorgósok, akiket még úgy nézegetek, potenciálisan akár jók is lehetnek, de azért még nem fektettem bele ezekbe. És akkor figyelős közepesek, hát ezek meg ugyanúgy, csak ezek közepesek, még annyira se, inkább akkor a fölöttek levőbe, ha valamit le akarnék cserélni, abból a csoportból cserélném. Jó, itt is mennyi van. És a legfontosabb, úgy bár nem ajánlós, lelassultak. Ezt, aki ezeket fogdossa, ezekbe fektetgetett, annak nem árt még egyszer átgondolni, mert ezek nem nagyon megyegetnek az én tapasztalataim, elmúlt éves tapasztalataim szerint. Úgyhogy ezekkel csak óvatosan. Na jó, akkor piaci elemzés, vagy nézzél, hatodik heti zárás, az megvan, olyan most egész jó jöveget. De szerintem, ami lesz, mindegy, mert aztán majd jövök egy pár óra múlva itt a híradóval is, csak átnézem a híreket, meg kajálok, meg ez az. Szerintem olyan nagyon nem akarják ezt megindítani, megvárják majd holnap, hogy Super Bowl megkezdődjön, és akkor ott fogják lenni. Bár lehet, hogy már előtte is felhozzák 45 körülre, a franc se tudja, de ezt meglátjuk. De az is benne van, hogy itt fog oldalazni 42 fél környékén egészen holnapig. Hát még lehet, hogy holnap estig is, mert csak ugyebár hétfő hajnal 3 óra, hajnal 2, hajnal 3, hétfő a B időzónánk szerint akkor fog kezdődni a Super Bowl. Úgyhogy holnap estig lehet, hogy ez 42 félig itt oldalazás lesz, és akkor utána fog majd csak megindulni a sztori. Ahogy mondtam, tegnap RSI lejöhetne 55-re, itt is van 54 féle jelenleg. Na jó, most már tényleg legyen ennyi, heti zárás megvolt, nem csak erre pár óra múlva jövök a friss hírekkel is, addig is, sziasztok!